A kísérlet, amit megpróbálok bemutatni, a következőképpen fog történni. Ebben a pohárban úgy látom eléggé színű víz van, a másikban pedig étolaj. Azt gondolom, hogy van közöttetek, aki már kitalálta, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt egy műanyaglappal leborítom, és ezt megpróbálom felfordítani. És nem fog, hogy ott fog maradni a lap. Ott fog maradni? Igen. Komolyan? Hát itt még olajról szó nincsen, még egy ezre csak vízről van szó. Mi az, ami fenntartja a lapot? Vákum. Nem, vákum nem. Levegőnek a nyomás, a légnyomás tartja fel. Rárakom az olajjal tett pohárra, és hát megpróbálom úgy elhelyezni, hogy kihúzom közülük ezt a műanyag lapot, jó? Hát, nem nagyon fog sikerülni? Pont itt az olyan. Majd csak, azért próbálkozom hát a mégis. Figyelj! Úgy látom, sikerülni fog. És 2 másodpercen belül helyet cseréltek. Mi az oka a helycserének? Azért, mert az olajnak nagyobb a sűrűsége. Milyen a sűrűsége? Bizony, bizony. Hát ha nagyobb lenne a sűrűsége, akkor pont nem lenne szerencsés a dolog. A kisebb sűrűségű jön mindig a víz felszínére, és ezért gyorsan az olaj úgy döntött, hogy ő tudja a fizikát, úgyhogy feljön. Mondom a sűrűségeket, 1000 kg per köbméter a sűrűsége a víznek, 900 kg per köbméter az olajnak. Természetesen ezek átlag adatok, tehát nem arról van szó, hogy pontosan ki mért adat, viszont arról igenis szó van, hogy körülbelül ennyi. És azt gondolom, eléggé szemléletes volt. A neten megtaláltam ugyanezt a kísérletet vörösborral, vízzel, megpróbáltuk, nem sikerült. Semmit a laborban, sem pedig nekem otthon, úgyhogy marad az, hogy az olajvíz az viszont szépen sikerült. Próbáltuk otthon, lehetőleg nem úgy, hogy több liternyi étolaj legyen szüksége, hanem elég egy pici pohárral és eléggé szemléletes. A színkülönbség jó, ha nagyobb egy picivel, mert hogy akkor azért ez jobban szembetűnő, de így is nagyon szépen látszott. Légy szíves, a 3-as feladatnál kitöltem.